Köszöntöm a nézőket, Önök Sportpercek magazinunkat látják. Műsorunkban beszélgetünk Fenyvesi Dániel strandröplabdázóval és Gadus Fábián kosárlabdázóval, akik sokak mellett a Miskolci Egyetemet képviselik majd a nyáron megrendezésre kerülő európai egyetemi játékokon. Beszélgetünk Csomós Mixi Ralli versenyzővel is, aki egy komoly baleset után lábadozik navigátortársával, így sajnálatukra nem indulnak a hamarosan megrendezésre kerülő Miskolc Rallin. Illetve esélyeket latolgatunk Popovics Miklóssal, a Pannergy MVLC Miskolci vízilabda csapat vezetőedzőjével és a csapat egyik játékosával a soron következő összecsapásuk előtt. Műsorunkat a közelgő európai egyetemi játékok résztvevőivel történt beszélgetéssel kezdjük. Mint korábban beszámoltunk róla, 2024-ben az európai egyetemi játékokat Miskolc és Debrecen fogja rendezni itt Magyarországon, most pedig ellátogatott két miskolci résztvevő hozzám, hogy kicsit beszéljünk az esélyekről. Itt van velem Fenyvesi Dániel, strandröplabdázó, illetve Gadus Fábián kosárlabdázó. Köszöntelek titeket a stúdióban! Köszönjük a meghívást! Srácok, kicsit beszéltek arról, hogyan készültek erre az igen nagy rangos nemzetközi eseményre. Igazából a strandröplabdánál teljesen más, mint a teremröplabda. Az érintésstílus, a maga a játék, hiszen csak ketten vannak a pályán. Szóval amint kész a strandröplabda pálya, egyből ki fogunk menni, és aztán kemény edzést belevágni. Fábián, ti, mint kosárlabdázók? Nálunk azért ilyen nagy különbségek nincsenek, ugyanúgy öten fogunk játszani egyszerre a pályán, egy csapatban, illetve ugyanúgy teremben leszünk. Nekünk még most van egy nagy kihívás, meg kell nyernünk a magyar egyetemi bajnokságot. Ez a cél, ezt tűztük ki célnak. Ez majd a következő hét elején történik meg, és utána egy kisebb pihenő várható valószínűleg, utána pedig elkezdünk készülni a nyárra. Aztán várjuk azt, hogy milyen eredményt tudunk elérni. Természetesen minél magasabb pozícióba szeretnénk majd végezni, de azért elég jó a mezőny, úgyhogy nem szabad túllőni a célokat. Ha már most itt említetted, hogy elég jó a mezőny, akkor milyen mezőnyre lehet számítani? Azért itt elég sok ország csapatai fognak részt venni. Hogyan látod például nálatok ott a kosárlabda szintjén az esélyeket? Tavaly már azért volt valamennyi belelátásom, vagy rálátásom. Tavaly Portugáliában voltunk a kosárlabda egyetemi EB-n, és ott azért voltak spanyol, olasz csapatok, és hát azért ez nem kérdés, hogy elég erős ott a kosárlabda kultúra, így az ottani játékosok elég erősek és elég jók. Természetesen függ attól is, hogy a sorsolás után milyen csoportba kerül az ember, és ott hogyan tud mérkőzéseket játszani, és milyen eredményt ér el. Aztán ugye ez majd az egész bajnokságnak a végkimenetelére hatással lehet. Azért jó lesz az idei mezőny. Én úgy hallottam, hogy elég sok csapat jön, tehát szerintem egy nem várt sikere lesz majd ennek. Mi a helyzet a strandröplabdánál? Hát ugye én még nem vettem részt EUZÁN vagy egyetemi európai játékokon, aztán csak spekulálni tudom, meg hallottam tavalyról, amikor voltak Lengyelországban, hogy tudtommal, hogy elég erős a mezőny, hiszen World Tourosok, azaz akik a világot járják és mindenféle versenyen vesznek részt, azok is ott szoktak lenni ezeken a világi játékokon. Milyen célokat tűztetek ki? Mert gondolom azért már beszéltetek róla, hogy mégis a tisztes helytállás mellett mi az, amit esetleg elérhettek? Hát nyilván a tisztes helytállás a legfőbb cél. Aztán az a lényeg, hogy minél jobb eredményt érjünk el, ne az, hogy leégjünk igazából. Ha már szettet vagy meccset tudunk nyerni, az már szinte nekünk siker, mert igazából én meg a csapattársam, ugye teremröplabdázók vagyunk, és így átmenni a strandra így hirtelen azért olyan könnyű dolog, és remélem, hogy tényleg meccset vagy szettet tudunk nyerni a nagy királyok ellen. Nálatok megfogalmazódott valami? Hát ilyen hivatalosan nem. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van saját kisebb célja, illetve azért realitást fejben tartva, vagy szem előtt tartva. Mindenképpen azt gondolom, hogy meccsnek a megnyerése az egy reális cél. Nem gondolom azt, hogy első helyen kijönni egy csoportból, ez ugye azért sok mindentől függ, majd ott a sorsa lesz szempontjából van esély, de hát nem vetem el ennek az esélyét. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ha már itthon vagyunk és Miskolcon tudunk játszani, akkor legyünk egy közönségkedvenc, csináljunk jó hangulatot, érezzék magukat jól az emberek, akik kilátogatnak, és reméljük, hogy emiatt többen is fognak kilátogatni. Szerintem ekkora sportesemény itt Miskolcon még nem volt, és pont ezért szerintem nekünk az a feladatunk, hogyha nem is feltétlenül az első helyet hozzuk el, mert azért lássuk be,
nem biztos, hogy reális, de okozzunk jó élményeket és szép emlékeket a kilátogatóknak. Fábián, említetted most itt az előbb, hogy itthon vagytok Miskolcon. Igen. Ez nektek sportolóknak milyen érzés, hogy egy ilyen rangos eseményt itthon játszhattok? Hát, ahogy megemlítetted, a Hidegkirály, 2017-ben volt ugye nagy rangos esemény itt Miskolcon, ami kosárlabdához köthető, és ott én még középiskolásként ott önkéntesként dolgoztam, és az volt a vágyom, hogy úristen, egyszer majd én itt játszhassak, mert tényleg, amikor a Generali Arénába vagy a Jégcsarnokba láttam a kosárlabdázókat, és láttam, hogy jönnek ki szurkolni nekik a miskolciak, egyszerűen akartam. Tehát, hogy ez a szülővárosom, az itteni embereket nagyon-nagyon szerettem, és annyira jó lenne azt látni, hogy mosolyognak, örülnek, szurkolnak, ez nekem nagyon-nagyon sokat jelent. De azt gondolom, hogy a csapattársaimról is elmondható, ez még arról is, aki nem miskolci. Azért azt gondolom, hogy a kemény mag már több éve itt van Miskolcon, és hát nagyon-nagyon szeretik a várost, és szeretjük a várost. Neked, számodra mit jelent, Dani? Hát ugye én még csak az idei szezonban kerültem ide Miskolcra, csak, és hát ez a kis idő alatt is a szívemhez nőtt a város, hiszen egyszerűen a klub is fantasztikus, a háttér is, mindenki ott van, mint szinte egy kis család. Aztán én is remélem, hogy ezzel, hogy itt meg van rendezve az EUG, egy motivációt adunk a fiataloknak, hogy elkezdjenek például kosárlabdázni vagy röplabdázni, és ezzel az utánpótlás szint úgy, meg a mezőnyt is a bajnokságban növelni erőségileg, mint ügyességileg. Jelen pillanatban a Miskolci Egyetem hány sportágban fogja képviseltetni magát, úgy nagyjából meg tudjátok-e nekem mondani? Hát én szerintem a Miskolci Egyetem minél több sportágban részt fog venni, amint tud, hiszen nyilván ők is akarják, hogy a saját tanulói, diákjai ugye részt vegyenek a sporteseményekben, aztán én remélem, hogy minél több eseményen ott lesznek. Melyik sportágban van talán a legnagyobb esélyetek? Esetleg azt ti fel tudtátok-e már mérni? Most én személyesen azt gondolom, hogy ha sikerül a 3x3-os bajnokságot megnyerni, 3x3-os kosárbajnokságot, akkor azzal ugye kvalifikálják magukat a srácok arra, hogy Debrecenben játszhassák majd azt a játékot. Én ott látok nagy esélyt. Annak a pontos összetételét annak a csapatnak még nem tudom, de azt gondolom, hogy 3x3-os bajnokságban, hogyha egy kicsikét jobban ráfekszik az ember és többet készül, van még nagyobb lehetőség, nem annyira kidolgozott konstrukció ez még csapatonként. Aztán fel kell tudni mérni azt, hogy milyen játékosok vagy milyen csapatok jönnek a különböző sportágakból, ahogy Dani említette. Én például egyáltalán nem tudom, hogy a strandröplabdából milyen csapatok jönnek, de ugye beszéltük azt is, hogy a teremstrandröp vagy a teremröplabda az meg egy elég erős mezőny. Nehéz megállapítani így előre. Én tényleg most még az eredményekben azért nem is gondolkoznék, mert teljesen az élvezetre és a jó hangulatra készülünk egyenlőre. Ugye most már az infrastruktúra is épül, szépül. Milyen minőségű pályákon fogtok tudni játszani? Tudtommal több strandröplabda pálya is lesz, és már idén, június végén a MEFOB-ot is itt fogjuk rendezni, szóval a strandröpi pálya az teljesen új lesz, most a körcsönök mögött épülnek a strandröpi pályák, és jól tudom, fel lesz szerelve, lesz lelátó is, szóval eléggé fejlesztett struktúra lesz, most épül a teniszcsarnok is, ott is volt egy teniszpálya, nem fedett, most lesz egy fedett csarnok, akkor a sportolóknak a kollégiumokat is újítják, szóval eléggé megnőtt az infrastruktúra a Miskolci Egyetem városban. Tehát készülnek teljesen a vendégek számára is. Nektek a kosárlabdapálya esetleg épül, szépül, kicsit frissülni fog? Az egyetemen a kosárlabdapálya, a körcsarnok az egyáltalán nem. Ott egyébként nem is mi fogunk játszani. Tudtam, hogy a kosárlabda mérkőzések azok be lesznek hozva a város központjába, így a Generali Arénába, illetve tudtam, hogy a Jégcsarnokban lesz. Ez azért előnyös, mert a férfi meccsek itt lesznek lejátszva, és a két csarnok egymás között átjárható, tehát nem kell kijönnie esetleg a szurkolóknak, nézőknek két meccs között. A női kosárlabda meccsek én úgy tudom, hogy a DVTK arénában lesznek, de ezt még nem tudom megerősíteni. Az meg hát szerintem egy miskolcinak egy óriási élmény, személyesen imádok oda járni, iszonyatosan jó csarnok. Szóval nekünk külön így nem épül, viszont azon, hogy pont olyan sportokból, amire eddig infrastruktúra nem állt olyan rendelkezésre, ami megfelelő lett volna, nagyon-nagyon nagy lépés az, hogy ilyen épületek és ilyen csarnokok épülnek. Ez motiválhatja a sportolókat is, hogy ilyen helyen játszhatnak? Persze, hiszen eddig nem volt ott, aztán most hirtelen felépül. Ez nyilván azt is jelenti, hogy a klubok, mert a MÜELFT most nyáron elkezdheti a toborzást strandröplabdán is.
akkor most teniszezni is így el tudnak kezdeni jobban a gyerekek, és ez motiváció mindenkinek, hiszen látják a beleölt időt, akkor nyilván többen is fognak jönni sportolni. Fábián, említetted még ott az előző kérdéseknél, hogy a legfontosabb az, hogy helyi közönség kedvencek ki, rukkoljatok elő. Igen. Tehát van benned valami ilyesmi, hogy akár ezt is így teljesítsd is a rajongóknak eleget tegyél? Mondhatni igen, így van, így van, így van. Én azt gondolom, hogy egyrészt saját tapasztalatok miatt, saját élmények miatt ez nagyon-nagyon szép emlék tud lenni. És azért én úgy érzem, hogy a miskolciak lokálpatrióták általában és szeretnek a saját csapatuknak szurkolni, és hogyha kijönnek, én azt szeretném, hogy jó élményekkel menjenek el, ne csalódást okozzunk. Amiben én azt gondolom, hogy az a reláció, hogy azért egy jó fej csapat vagyunk, tök jó fej srácok vagyunk, azért tudunk hülyéskedni is, de amikor ott a feladat, akkor azzal foglalkozunk. És attól függetlenül, hogy mondjuk lehet, hogy egy mérkőzésen pár ponttal kikapunk, akkor is azt szeretném, hogy megtapsolom az ellenfelet természetesen, hiszen teljesített, de a szurkolóknak megköszönni azt, hogy kijöttek, időt áldoztak, nekünk szurkoltak. Ilyen céljaim természetesen vannak a nyárra. Dani, nálad mi a helyzet? Strandröplabdánál ugyanilyen célok megfogalmazottak? Persze, szintúgy, ugye, ahogy Fábián mondta, hazai közönség, nyilván meg kell mutatni, hogy miből faragtak minket, meg kell mutatni, hogy azért tudunk is játszani, aztán nyilván egyértelmű, hogy hazai közönség, több motiváció, több erő, oda kell nyomni a labdát, ahol oda kell. Aztán remélem, hogy tényleg, hogy úgy lesz, hogy mi elképzeltük az egész. Srácok, végezetül Fábián, először hozzád szólok, mivel lennél elégedett, milyen eredménnyel a játékokon? Ha kikerülnénk a csoportkörből, és különböző, hát a közép mezőnyben helyosztókat tudnánk játszani, én azzal nagyon elégedett lennék, illetve, hogyha nem teljesen a szakmai részét nézzük, akkor az, hogyha legalább mondjuk a Generali Arénában az egyik oldalt lelátón meg tudnánk tölteni. Dani? Ahogy Fábi mondta, nekünk is szerintem a középmezőny az reális cél. Én is remélem, hogy azt elérjük, meg azt fogjuk remélni, hogy a Strandröplabda pályán a lelátót meg mi is meg fogjuk tölteni. Hát reméljük, hogy minden kívánsága teljesül a fiúknak és minden miskolci sportolónak, majd is minden célt, amit kitűztek az egyetemi játékokra, azt véghez viszik majd. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattatok hozzám, és kívánom, hogy minden vágyatok teljesüljön az eseménnyel kapcsolatban. Sok sikert kívánok! Köszönjük szépen! Csomós Mixi és Nagy Attila komoly balesetet szenvedett az Európa-bajnokság Kanári-szigeteki rally pénteki második szakaszán. A pilóta és navigátora is jól van, ám Mixire műtét vár. Sajnálatukra így ki kell hagyniuk a számukra hazai pályának mondható Miskolc rallit. A történtekről is, hogy hogyan tovább a pilótával beszélgettünk. Szia Mixi, köszönöm, hogy elfogadtad a felkeresésünket. Hát akkor első körben mesélj nekünk, hogy vagy, hogy vagytok. Sziasztok, köszöntünk én is mindenkit. Lehetőséghez szerint jól vagyunk. Ugye múlt hétvégén volt Kanári-szigeteken egy Európa-bajnoki futam, ahol ugye sajnos az egyik kanyarban defektet kaptunk, és hát lesodródtunk az útról. Elég nagy sebessége belecsapódtunk egy kőházba, úgyhogy viszonylag nagy volt a lassulás. Mind a ketten megsérültünk, maradandóan elméletileg nem, de azért kell egy kis idő, mire helyre fogunk tudni jönni. Nekem ugye a pulzscsontom tört, illetve a farokcsontom, ami elég kényelmetlen úgy minden napokban ülni, illetve csak úgy létezni is. Attilának a válla tört hátul, meg hát nyilván mindenünknek fáj, vagy mind a kettőnknek fáj mindene, de összességében azt gondolom, hogy hamarosan fel fogunk épülni, meg nyilván most már látva az napról napra jobb azért a helyzet. Mit jelent ez most számotokra? Ugye a Kanári-szigeteki rallit elég jól kezdtétek, sajnos így adta ki, túltoltátok, vagy mi volt az oka a balesetnek? Igen, ugye jól kezdtük, mind a két szabad edzést megnyertük, a kvalifikáción harmadik helyen végeztünk, és az első gyorsaságin is harmadik vagy negyedik időt jöttünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy a reális cél lett volna itt a top 5-ben menni. Én utólag azt látom, hogy az első két pilóta, ők nagyon ügyesek voltak, mind a ketten franciák voltak,
illetve a harmadik, negyedikek spanyolok. Én azt gondolom, hogy valahol ott tudtunk volna környékükön autózni. Tudni kell erről a szigetről azért, hogy teljesen más vonalvezetése van, mint egy itthoni rallinak, vagy a környékünkben lévő ralliknak. És ugye mi picit itt nőttünk fel, nekünk ez a hazai pálya, az egy picit más jelleget képvisel, és nehezebb rajta egy picit menni nekünk a mi szemszögünkből. Úgyhogy de összességében nem toltuk túl. Ez valamelyest egyébként jót jelent csapaton belül, hiszen azért nem én gond, vagy nem Attilának sincs az meg benne most, hogy nem bízik bennem, vagy egymásban nem bízunk, úgyhogy ez egy nagyon szerencsétlen szituáció volt, valahol jobb elől defektet kaphattunk, egyelőre nem tudjuk, hogy melyik kanyarban pontosan, csak tippelgetni tudjuk, és addigra, amire odaértünk erre az erős baros kanyarra, ami elég nagy tempóval volt, addigra eresztődött le annyira, hogy ott már igazából az autónak nem reagált a kormányzására semmit, hogy az autó nem reagált, úgyhogy utasok maradtunk az autóban. Ez olyan szempontból tényleg jó, hogy nem magunkkal szemben van most úgymond kérdőjelek, viszont nyilván a végkifejlet az ugyanaz, úgyhogy nem örülünk neki. Ugye a bajnokságban a harmadik helyen álltunk a verseny előtt. Én azt gondolom, hogy ha célba érünk, akkor tudtunk volna előrébb lépkedni, így sajnos most ötödik vagy hatodik helyre hátracsúsztunk. 5,5 hét múlva lesz a Svédország, meglátjuk, hogy addig sikerül-e helyrejönni mind fizikálisan, illetve mind az autónak megépülni. Pontosan ez lett volna a következő kérdés, hogy ugye a fizikai károk is keletkeztek, de az anyagi kár, az autó, stb. Ezt hogyan lehet, mikorra lehet helyrehozni? Ugye a Skoda Motorsporttal felvettük már a kapcsolatot. Igazából ők is kerestek hétfőn már, ajánlottak több opciót is. Most a hétvégén fogok a csapatommal, amiben versenyzek a HRT Racinggel is beszélni erről, hogy miként és hogyan tudunk tovább menni. Anyagilag, mivel hogy volt rajta biztosítás, így annyira nem megterhelő, nyilván ez a biztosításos dolog úgy működik ebben a rallyban, hogy azért előre meg kell finanszírozni, és majd 2-3 hónap múlva megkapod az árát, de ez is egy jó dolog, azt gondolom, hogy nem zsebből kell, úgyhogy összességében egy picit nehezebb lett a szezon, de a végkifejlet végül is ugyanaz lesz, úgyhogy mindenképp a fő cél továbbra is az Európa-bajnoki futamok. Sajnálom ugye, hogy most itt a Diósgyőr Rallyba ez egy picit bekavart, hiszen szerettünk volna részt venni rajta, és szerettünk volna indulni, így valószínűleg ez most meghiúsult. Minden nagy részt amiatt is, hogy valószínűleg a vállam nem fog, és a kulcscsontom nem fog addigra helyre jönni, hiszen most fogják vasárnap műteni, illetve a másik, hogy az autó sem tudom, hogy fog elkészülni, de mindenképp az a fő cél, hogy megyünk tovább. Milyen érintiteket egyébként, hogy borsodi kötődéssel sajnos úgy néz ki, hogy nem fogtok tudni elindulni itt a Hell Rallyn? Mindenképp zavar és bosszant, hiszen ténylegesen ez szinte hazai pálya, illetve tényleg akkora szeretetet kapunk mostanság a magyar rally közönségtől, hogy majdnem, hogy kötelességünknek is érezzük, bár ez egy picit csúnya szó úgymond, de tényleg azt gondolom, hogy úgy érezzük, hogy mennünk kell, és kiszolgálni őket, és ott lenni. Nagyon sajnálom, meg jó lett volna igazából tesznek is, meg úgy mindennek, meg ugye a bajnokságot, a magyar bajnokságot ugye vezetjük, de összességében ez most már sajnos így alakult. Ez a rally azért elég kemény dió tud lenni, úgymond érzelmileg is, meg mindenféle hullámvasútba bele tudsz keveredni, úgyhogy nem egyszerű, sajnos a karrierünk eléggé rögös, hogyha lehet azt mondani. Elég nagy fába vágtuk a fejszínget, de én azt gondolom, hogy ki fogja ez magát forni, és onnantól kezdve majd fognak jönni szépen lassan a jó eredmények is. Nyilván már voltak tavaly is, az évet is jól kezdtük, de egy picit konstansabban próbálom majd menni. Azt már említetted, hogy az Európa-bajnokságban nagyjából melyik futamra térhettek vissza. Szerinted Magyarországon mikor láthatnak újra titeket a szurkolók? Ugye a Svédország az meccsek rallival egybe fog esni, úgyhogy valószínűleg azt is kiadjuk. Utána a következő verseny, őszinte leszek, nem tudom, hogy mikor vagy hogy van Magyarországon, de én azt gondolom, hogy a következőn fogunk tudni rajta állni. De mondom, még sok minden függ itt az egész dologban, hogy mi lesz, meg hogy lesz, egy picit mind anyagilag, mind logisztikában, mindenben át kell ezt gondolni, miként, vagy hogy fogjuk tudni ezt megvalósítani, úgyhogy majd kiderül, hogy miként és hogy fogunk tudni tovább menni. Még esetleg arról kérlek, válaszolj nekünk arra, hogy milyen célokat tűztetek ki mind nemzetközi vizeken, mind a hazai vizeken idén? Ugye a fő prioritás mindenképp a nemzetközi volt nekünk, ugye, meg maga a Pirellinek is, aki az éven beszállt mellénk, mint gyári támogatóként, és mindenképp azt szerettük volna igazából
a Pirellivel közösen, illetve a csapatunkkal közösen, meg a HRT-vel, hogy dobogón végezzünk év végén. Én azt gondolom, hogy erre még most is van reális esély, hiszen 8 fordulóból áll a bajnokság, és egyet lehet minuszolni. Úgyhogy gyakorlatilag pontban még nem állunk olyan rosszul. Fő, teljesen reális cél az, hogy akár dobogón végezzünk év végén, illetve látva azt az első két futamon, milyen tempót tudunk diktálni a szakaszokon. Magyarországon szeretünk volna bajnokok lenni. Én azt gondolom, hogy erre most egy picit kevesebb esély van sajnos, amiatt, hogy ugye egy-két EB futam ütközik az országos magyar bajnoksággal, és ezáltal, mivel az Európa-bajnoki futam nekünk a fő prioritás, így valószínűleg fogunk kihagyni még versenyeket, de meglátjuk, hogy a magyar bajnokságból is mit tudunk kihozni. Ezek a fő célok voltak év elején, aztán mindig a sors egy picit átírja, de tartjuk magunkat azért a megbeszéltekhez. A következő szezonra már gondoltatok, ott milyen tervekkel vágtok neki majd? Hát annyira nehéz még ugye így előre, hogy nem. Szeretnénk majd autóban is újítani, mert ugye picit mindig lemaradásban vagyunk. Ezek nyilván csak nüanszok, nagyon-nagyon pici különbségek, szóval nem lehet arról beszélni, hogyha most mi új autóval mennénk, vagy újabb fejlesztéssel, akkor egyenesen az a cél, hogy csak a győzelem, mert annyira sokat jelentene, de sok pici apróságból összejöhet akár egy verseny végére 10-20 másodperc, és látva azt, hogy most is 1-2 másodpercet tudnak nyerni, vagy a Rally Hungary-n is 20 másodperccel lettünk harmadikok, ezek nagyon-nagyon sokat számítanak, úgyhogy a jövőben mindenképp autót szeretnénk fejleszteni, és nyilván a fő cél az EB. Nekem titkon van egy-két VB futam is álomba, hogyha egyszerre sikerülne oda eljutni, de én azt gondolom, hogy ahhoz mindenképp még az EB-n egy picit stabilabban kell autózni. Hát figyelj, kívánom, hogy minden vágyatok teljesüljön, és hát mi hamarabb először is épüljetek fel, és vissza tudjatok térni a pályára. A lehető legjobb eredményeket érjétek el. Én nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és tudtunk veled egy pár szót váltani. Köszönöm szépen! Én köszönöm, sziasztok! Folytathatja jó sorozatát a Pannergy MVLC Miskolci vízilabda csapat. A rájátszás előző párosításában az UVS csapatát sikerült háromszor egymás után megverniük, így most az Eger vár rájuk. A rájátszás számukra utolsó párosítás küzdelmei két győztes mérkőzésig tartanak majd. Amelyik együttes megszerzi, azt az végez a számukra még elérhető legjobb 9. helyen a tabellán. Önbizalomban most nincs hiány a miskolci vízilabda csapatnál, nem akármilyen sikert arattak. A rájátszás előző párosításában háromszor egymás után sikerült legyőzniük az UVS csapatát, ezzel esélyt adva arra, hogy az EGRI együttes ellen megszerezzék a tabella 9. helyét. A csapat játékosa szerint nem sokan bíztak bennük, hogy az UVS csapatán túljuthatnak. Azzal kezdeném, hogy szerintem a párharc előtt ugye rajtunk kívül, a csapaton kívül, meg a stábon kívül nem nagyon gondolták, hogy így 2-0-ás újpesti vezetésben ezt meg tudjuk fordítani, de mi hittünk benne, meg az elvégzett munkában, és hála Istennek sikerült, és tényleg most boldogok vagyunk nagyon. De még most jön egy EGRI meccs, ahol nem szeretnénk megállni, hanem mindenképpen szeretnénk megszerezni a 9. helyet. Úgy voltunk vele, hogyha ugye az első meccs Budapesten volt, hogyha azt tudjuk hozni, akkor kerülhetünk egy olyan lélektani előnybe, hogy itthon, hazai közönség előtt nyernünk kell, vagy ki tudunk egyenlíteni. Utána az utolsó meccs pedig az olyan volt, hogyha már eljutottunk idáig, hogy kiegyenlítettünk, akkor nem szerettük volna kiengedni a kezünkből ezt. Egyébként egyáltalán nem volt sima, csak kívülről tűnt úgy, vagy tűnhetett úgy, de ebben nagyon sok meló volt, és tényleg kemény volt. A vezetőedző elmondása szerint hiába tűnt simának utólag az UVS elleni párosításban megszerzett három győzelem, nem volt könnyű dolguk. Simának semmiképpen nem mondanám, mert egyik mérkőzés se volt könnyű. Ugye az első mérkőzésen idegenbe kezdtünk, eleve 0 pontunk volt, nekünk az egy élethalál meccs volt, tehát egy kicsit görcsös is volt a játék. Sikerült behúznunk ugye 2 góllal, majd jöttünk haza, egész sima mérkőzés, 5 góllal nyertünk, de nem volt ez se könnyű. Azért az UVS-ét 6-7 gólon tartani nem egyszerű feladat. Kialakult az, hogy 6-6-tal mentünk a harmadik mérkőzésre. Ott viszont már nem tudtuk őket 6-7 gólon tartani, mert azért az utolsó pár percre magunkra engedtük őket. Végig vezettünk 2-3 góllal, de a végén egy kicsit izgalmasabbá tettük a mérkőzést. Még egy utolsó támadásba, ember hátrányba ki kellett védekeznünk egyszer. Egyáltalán nem volt könnyű, nyilván nagyon örülünk az eredménynek,
most már az Egerre koncentrálunk. Nyilván ez nekünk egy jó dolog, hogy nem is kell annyi olyan messzire utaznunk, a Szentes lett volna a másik opció. Az Egerre koncentrálunk, nagyon szeretnénk megszerezni most már a 9. helyet, ha már így alakult. Várkonyi Ádámot arról kérdeztük, így a 3 egymást követő győztes meccs után hogyan mennek neki az Eger elleni összecsapásnak. Igazából úgy, hogy teher nélkül ugye szangsúlyozta az edzői stáb is, és a vezetőség is, hogy nincsen rajtunk teher, de természetesen szeretnénk megnyerni, mert mégis csak egy presztízs, meg hát azért szeretnénk ezt az úgymond kieséses szakaszt veretlenül zárni, ahhoz viszont megkevernünk az Egert. A vezetőedzőtől azt kérdeztük, szerinte erősödött-e a csapat mentalitása az elért sikerek után? Biztos, hogy így van, biztos, hogy jót tett nekik. Remélem, hogy ez most a Eger elleni mérkőzéseken a játékban is továbbra is megmutatkozik, mert ugyan az volt az elsődleges célunk, hogy a 9-10. Helyek valamelyikét megszerezzük, ha már nem jutottunk 8-ba. Viszont én azt gondolom, ha már ideig eljutottál, akkor mivel sportemberek vagyunk, ezért ez az elsődleges célunk, hogy a 9. helyet megszerezzük. A miskolci vízilabda csapat hétvégén idegenben játssza le az összecsapás első mérkőzését. A párosítás esélyeiről Várkonyi Ádámot kérdeztük. Biztos, hogy egy nagyon kemény meccs lesz. Az Egernek van egy jó centere, egy külföldi centere. Rá mindenképpen nagyon oda kell figyelni, de szerintem, hogyha őt valamennyire ki tudjuk venni a játékból, kevés gólon tartani, jól vissza tudunk rá lépni, akkor lehet esélyünk és nyerhetünk. Egerben mindenképpen szeretnénk nyerni, és utána Miskolcon itt jövő héten lezárni a párharcot, ez egyáltalán nem lesz egyszerű. Azért az Egernek is, meg nekünk se úgy sikerült a középszakasz eleje, ahogy akartuk. Ugye mind a két csapat hátrébről kezdte a rájátszást, ugye mi a 12. helyről, az Eger a 11. helyről talán, ha jól emlékszem. De hogy most kijött az, hogy a végén ugye egy-két nagyon jó formában levő csapat fog játszani, és tényleg azt fog dönteni, hogy éppen azon a napon ki lesz jobb, és szeretnénk mi lenni azok. Popovics Miklós szerint az egri csapat nagyon jó karakterekből és kiemelkedő légiósokból áll, rájuk kell figyelni az összecsapás során, ha ez sikerül, van esélyük megszerezni a 9. helyet. Ugye az köztudott, hogy az Egernek van két nagyon jó légiós játékosa, hát ők nagyon gólerősek, illetve ugye az egyik center, rá nagyon oda kell figyelnünk, de vannak nagyon tehetséges magyar fiatal játékosaik is, illetve van két játékos, akik decemberben még minket erősítettek, és már most Egerben vannak. Őket egy kicsit jobban ismerjük, de ettől függetlenül azért okozhatnak meglepetést. Készülünk mindegyik játékosra, és az Egerre egyaránt. Én azt gondolom, hogyha ugyanezzel a hozzáállással, ugyanezzel a motivációval megyünk medencébe, akkor bármi sikerülhet. Senki nem mondta volna meg 6-0-ról, hogy 3 mérkőzést nyerünk zsinórban az UBS ellen, úgyhogy az alap és a középszakaszban kutattunk tőlük kétszer. Ezt is meg tudtuk csinálni, azt gondolom, hogy erre is képesek vagyunk. A miskolci vízilabda csapat tehát szombaton idegenben játssza le az első mérkőzését 18 óra 45 perckor az Eger ellen, majd szerdán hazai vízben játsszák a második összecsapásukat este 7 órakor, amelyet a Miskolc Televízió is élőben közvetít a sportrajongók számára. Mára eddig tartott magazinunk, legközelebb jövő hét kedden Juhász István kollégám várja önöket sportösszefoglalóval, velem pedig csütörtökön találkozhatnak. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!